Bejárták a világot azok a képsorok, amelyeken egy magyar operatőr rugdos és elgáncsol menekülteket, köztük gyerekeket. Mindenhol óriási felháborodást keltett a nő viselkedése. A CNN, a The Washington Post és a The Guardian is beszámolt a röszkén történtekről, de még Ázsiában és Ausztráliában is mindenhol bemutatták a felvételeket a híradásokban. A Facebookon pedig egy szégyen oldalt is létrehoztak. Az operatőr a Jobbikhoz közeli N1 TV-nek dolgozott, de az eset után azonnal kirúgták. Volt főnöke szerint elismertetettét, de nem tudta azt megmagyarázni. A DK és a PM feljelentette a nőt. A Helsinki Bizottság szerint akár 7 évet is kaphat, mivel több rendbeli közösség elleni erőszakkal is meggyanúsíthatják. Na, azt hiszem, tegnap olvastam az interneten, hogy a Jászberényi nevű újságíró, aki elterjesztette hallomás alapján, hogy ez a foci edző, akit itt fölrúgtak, hogy neki egy kurd illetékes mondta, hogy ez egy tömeggyilkos, stb., de ez megalapozatlan volt, ő híreztette, miatta vette, és most bocsánatot kért, ez elismerésre méltó. A másik megjegyzésem az, és nem akarok lúgászkodni. De fontos, hogy ezt a pszichai bűnsegély az azt jelenti, hogy én egy ügyben konkrétan nem veszek részt, tehát effektíve nem hajtok végre mondjuk egy kínzás vagy bármilyen bűncselekményt, de a jelenlétemmel erősítem azt a szándékot, hogy ez megvalósuljon. Ebben az esetben én szerintem Gulyás Gergely, fideszes képviselő, aki minden fórumon védte a plakátkampányt, az összes undorító, undormány dolgot, amit folyt, legalábbis pszichikai bűnsegélyt követettem. Mert hogy a Seattle mit mond, nem érdekel, mert senki nem veszi komolyan. És lehetne miért sorolni... Miért nézte ki a Gulyást? Ez az most miért a Gulyás miért Gergely? Pont a Gulyás? Mert szemüveges, nincs generálozva a haja, nem gólkirály a futszál kettőben, izében, hanem az ember azt hinné, egy normális értelmiségi. Neki kell elsősorban szégyelni magát, hogy ez az egész megtörténhetett. Fölraktam a szemüvegem, tehát egyetértek veled. Szóval azért ebben, igen, ebben benne van az, amit a mondasz. Kampány. És az az egész pedig benne van abban, hogy miközben hónapok óta itt már se menekültek, se migránsok nincsenek, a közvéleménykutatások szerint az idegen ellenesség folyamatosan növekszik, néhány hónappal ezelőtt 50% alatt volt, most meg már 75% körül van. Hát arról nem is beszélek, hogy tulajdonképpen ez az alatt a pszichózisból lett, vagy ez alatt a pszichózis alatt lett a magyar szöges drót hungarikum, ugye a világban már ugye elhíresült. Áruljuk. És így áruljuk, igen, hát ez is egy, így van, igen. És ugye hát a pengés megoldásokat ma már nem a futballpályán keresünk, hanem a határokon, tehát ez a pszichikai ráhatás, ez eljuttatta ezt az országot egy olyan mélypontra, amit néhány évtized múlva, remélem hamarabb, szégyelni legalább fogunk. Annyira fogunk szégyelni, mint a most elnézést. A Gábor idézett Várszegi Asztriktól, én is hoztam tőle egy idézetet. De azt mondja, ez vadonatúj. Fontos iránymutatást adott Ferenc pápa. Tanulmányoztam a Szent Évre kiadott írását az irgalmasságról. Hihetetlen a hangsúlyeltolódás. Bizony, nagy bajban vannak azok az ige hirdetők, akik eddig pokolal meg kénkövel jogadtak. Vissza kell vezetnünk az embereket az irgalmas Istenhez, aki Jézus által megmutatta az ő végtelen szeretetét. Nekünk is erről kell beszélnünk, arról az Istenről, aki felemeli, szabaddá teszi, megajándékozza az embereket. Én reménykedő vagyok még akkor is, hogyha az egyház a több nehézkes. Na most ez nem az irgalmasságról szólt. Sem a kampány eszmeiségének megfelelő, iszonyatos tettet elkövető családanya, aki nem tudom, hogy... Amikor ez a László Petra ügy kirobbant, én nyilván érdeklődéssel elolvastam az összes elemzést, hogy tömegpszichózis, ide vezetett, kommunikáció, nem tudom mit csinál. Egész egyszerűen nekem semmi nem ad erre magyarázatot. Helyzettől, kortól, időtől, tértől, mindentől függetlenül
nem rúgunk bele egy másik emberbe. És itt már nem azt mondom, hogy másodlagos, hogy hol történt, mikor történt, hogy ezek menekültek, mert nem másodlagos az ügy szempontjából, egy cselekmény szempontjából, de az az alaptétel, hogy egy másik embertársamat nem rúgom meg, tehát nincs az a tömegpszichózis, elvesztettem a ítélőkép, és nem olyan volt a helyzet, nincs olyan. Én akkor ebben a műsorban elmondtam, hogy egyszer Velencén a Vaporetto, ami vitt vissza a kikötőbe az autóhoz, a parkolóházhoz. A lányom a pár hónapos unokával leült, és ott voltak a helyek a kismamának, tehát ott volt a piktogram. Kismama rokkant. Tele volt a hajó. És jött valami pakisztáni figura, a kövér felesége, a kövér csal, és így leült, és meg tudtam volna ülni. De hát nyilván tűrtöztette magam, csak... Ez most miről jutott eszébe? Arról, hogy emberek vagyunk. Nem mentegetni akarom ezt a nőt. A franc se tudja, hogy milyen frusztráció volt benne. De attól, hogy ember, hogy végül is egy... Hát végül nem történt semmi. Igen, tehát jó, látunk egy példát. Egy magyar asszony megrúg egy menekült gyereket, és ezt ismételgetjük, amivel... Azt kell mondjam, nincs az a terület, ahol egyet lehet érteni, és ne iszonyodna az ember, de egy dologról minden alkalommal elfeledkezünk, hogy ennek az országnak a becsületét néhány száz vagy néhány ezer ember megmentette azzal, hogy amikor a kormány semmit nem csinált ezekkel a menekültekkel, sőt, terelte őket, hogy minél zűrösebb legyen a helyzet, és neki megfelelő muníció legyen a kommunikációjához, akkor ezek az emberek vizet adtak, orvost vittek, segítettek útvonalban, szállításban. Ezek az emberek, elnézést, hogyha valaki túlzásnak fogja érezni, én nem, azok a vallembergek, akiknek majd ennek az országnak a becsületét köszönhetünk néhány évig. Krisztina arról beszél, hogy ezt meg is szokták említeni, tehát az átlag magyar ember segítőkészségét meg szokták említeni. Akkor most önkritikát gyakorolt éppen ezzel a példával, a vaporettussal? Emberek vagyunk, és elszakadhat a cél. Szerencsére vagyunk olyan emberek is, például azoknak, akik segítették a menekülteket, az egyik alapszabály volt az orvosoknak is, hogy nem hordunk kesztyűt és nem hordunk maszkot. Mert egyetlen esetben hordunk maszkot, ha betegek vagyunk, hogy nehogy megfertőzzük a menekülteket. Jó, következő bejátszás Horváth Zoli kérte. Na nézzük.